közel 250 fellépő tette változatossá az idei Hugonai Vilma Általános Iskola gálaműsorát, melyet február 13-án rendeztek meg a Klauzárházban. Minden évben megtartjuk az iskolanapunkat. Idén először eltérő időpontban, májusban szoktunk iskolanapot tartani, de most összekötöttük a Mi a Szép programmal, illetve rendezvénnyel, és ezért most februárban tartottuk. A gyerekek a gálaműsor fellépésére készülnek, mindenki kiválasztott egy zeneszámot, amire táncot tanultak be a gyerekek osztályonként, illetve volt, ahol két osztály összefogott, és együtt adtak elő műsorszámot. A két órás gálaműsort a Százhalombattai Liszt Ferenc vegyeskar és a Lampart Budafok vegyeskar kórus éneke nyitotta meg. Az osztályprodukciók mellett egykori diákok és zenészek is felléptek. Az est szépségversennyel ért véget. Másnap az iskolába kicsit fáradtan, de tele élményekkel érkeztek a diákok. A mai nap az egy kicsit kötetlenebb nap, nem olyan, mint egy tanítási nap. Együtt vannak ilyenkor kicsit kötetlenebb forralban a pedagógusok, illetve a gyerekek. Játékos nap, tehát a cél inkább az, hogy szórakozzanak, jól érezzék magukat a mai napon. Különböző helyszíneken különböző foglalkozások vannak a gyerekeknek. Van, ahol szójátékot játszanak, valahol aktivitíznek, illetve kézműveskedhetnek a tanulók. A szíveket három számjegyből álló kód nyitja. Sorrendjük a római számok sorrendjével egyezik meg. Volt szabaduló szoba is, és farsangi plakát készítés is a felső osztályos diákoknak.